Kapcsoljuk Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét Szabadkán, mégpedig abból az alkalomból, hogy első alkalommal van vajdasági képviselőjelölt egy magyar párt listája. Jó reggelt kívánok, elnök úr! Jó reggelt kívánok! Mit jelent a csatlakozási tárgyalásokban nyakig benne lévő Szerbiának az, hogy egy magyarországi listán egy szerbiai magyar párt képviselője van? Van-e egyáltalán ennek jelentősége, vagy csupán ez egy szimbolikus dolog? Hát egészen biztos, hogy van, de azt gondolom, hogy nem elsősorban az a fontos, hogy Szerbia számára mit jelent, hanem az a legfontosabb, hogy a mi számunkra, a vajdasági magyar közösség számára mit jelent. A gesztuson túlmenően, aminek a politikában, a közéletben, a nemzeti ügyek intézésében van persze szerepe, tehát ezen túlmenően egy plusz érdekérvényesítési mezőt jelent a mi számunkra. Azt jelenti, hogy körülbelül 5 évvel, minimum 5 évvel Szerbia csatlakozása előtt a magyar közösség Brüsszelben elkezdheti építeni a saját hídfőállását, és azt jelenti, hogy már ebben az időben érvényesíteni tudjuk a saját emberünkön keresztül azokat a prioritásokat, amelyek a vajdasági magyar közösség prioritásai, és hát ezen túlmenően, mivel az Andor rendelkezik itteni helyismerettel, körülményismerettel, nyelvismerettel, egészen biztos, hogy Szerbia érdekeit is tudja majd adott pillanatokban képviselni. Ez növeli a vajdasági magyar közösségnek a megítélését, javítja a megítélését. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok vonatkozásában ez a szimbolikus fontosságon túlmenően, életszerűen is nagyon fontos lehetőség. Elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm a lehetőséget.